adás lesz a műsorunk, és még egy kis szöveg jön, és egy dal, az pont egy óra. Tehát lehet, hogy mindenki jobban járt volna az egy szövegem, melyek a te bókusod van. És ilyenkor nem volt semmi. Akkor most jön egy kis vallomás. Én arra gondoltam, hogy a legutolsó kis szövegem abból a bloggyűjteményből lesz, amit most írok. Én elkezdtem egy, itt páran tudják, egy ilyen egész fura dolgot, tehát egy évig, 365 napig, minden nap egy történetet írok meg az életemből. Ma már kicsit úgy látom, hogy lehet, hogy nem lesz ennyi történet, vagyis hát lenne, csak már kaptam több levelet, hogy el ne meséljem ezt vagy azt, nehogy azt a fényképet lehozzam, és hát igazság szerint egy csomó történet nagyon indiszkrét, és akkor lenne izgalmas, ha elmesélhetném másoknak is a titkait, meg az elég súlyos dolgokat, tehát valószínűleg én ezeket meg fogom írni, de majd csak a halálom után fognak előkerülni. Most még azokat a részeket írom, most ma lett a 47. azt hiszem, és ha ez a Karapiátorsója Facebook oldalon megy, aki eddig egyet se olvasott, az 3 nap múlva nézze meg, az 50-et azt egész kis csemegének szárom, de a többi is egész jó. Ezt az anyák napi szöveget anyák napjára írtam, és azért hoztam pont ezt a részt, mert a Szirénnek hát hallották, így a versek is, meg a szövegek is egy család történetéhez kapcsolódnak, amikben mondom, vannak átfedések, és van egy-két fikció is. Ezt a részt ezt szeretem, és szerintem ez jellemző a blogra. Mint gyümölcs. Anya őrült jelenetet rendezett az anyák napi ünnepség után. Anya sokszor rendezett őrült jeleneteket. De még ma sem vagyok biztos benne, hogy akkor megrendezte ezeket az őrült jeleneteit, akkor valóban megőrült. Hideg tébolyok voltak ezek, gondolom. Sokkal valósabbnak éreztem a migrénrohamokat, amikor hideg borogatás tett a fejére, és órákig nem tudott megmozdulni sem. Eleinte azt hittem, ez is csak a műsor része, ám később, mikor rám is rám tört az első, már tudtam, micsoda pokol. Csak éppen nekem nem volt két hangos, és bármit csinál az ember, ha suttog, ha lopakodik, ha csak csöndben létezik, az migrén ideig örlítő Richard gyerekem, akik a lelket is kiszorítják belőlem. Függönyöket beállt anya feje, a rohadt életbe megállt megint a nap, meg se lehet kérdezni, hogy átmehetek-e az esztihez. De közben jó is, mert nem leszek leküldve a boltba borért, sörért, nyugalomban, és talán hülye haverok se fognak beállítani. Jaj, remélem hozzám se jön senki, mert a kapucsengő ilyenkor agyrepesztő, meg lesz a bőjtje a bajkeverésnek, a hülye barátnőim megtanulhatnánk végre, hogy nem csöngetgetünk, hanem előre megbeszélünk és ahhoz tartjuk magunkat. Nem átjáróház a lakásunk, kiabál anya, még csak kezdődik a migrén, megértette? Meg, én meg. De máskor meg anya arca csupa napfény, látom, hogy vár valaminek, csörg a kaputelefon, beesik a barátnő, beesik a haver, ma is lesz valami alkalmi parti, orsik a megy már le pár üveg sörért, hozhatsz magadnak is valami finomat. Persze ez máskor van, évekkel később, már a külön lakásban, ám amikor az óvodai ünnepségen kitör a balhé, még az anyai nagyszülőkkel laktunk. Ott az óvodában egyszerre anyát és az anyai nagyit is sikerült halálosan megsértenem, és elérnem azt, hogy évekig hallgassam, hogy hülye vagyok, hogy tehettem ezt, hogy járathattam le szegény anyámat, de se te baj, mikor jön el bármilyen ünnepségre. Így megszégyeníteni országvilág, de főleg a rátartó óvónők előtt, és legfőleg Kati néni előtt, aki már amúgy is szégyentelenül rátebbett apára, aki egyszer bejött értem, és mindenki elhűlt, hogy ilyen fiatal, 22 éves és szép, vízilabdás hosszú hajú apámban, és még az sem tűnt fel nekik, hogy apa gyakorlatilag azt sem tudja, melyik a kezem és melyik a lábam, olyannyira nem tudott mit kezdeni azzal a tényel, hogy neki van egy gyereke. De aznap neki kellett elhozni engem, ki tudja miért, és akkor a Kati akkora szemekkel bámulta apát, mint egy kondér, és azt hihette teljes joggal, hogy szegény elárgult hippi egyedül neveli ezt az akaratos és fiús porontyot, hiszen eddig se látták anyát se közel, se távol, mindig a nagyi hozta vitte Orsikát. És most meg, most az ünnepségen a retardált hülye gyerek kinek adja oda a szépen és nagyjából artikuláltan előadott Petőfi, repült felém és csütte majdnál szótlanul, stb. Után a csokrot. Na kinek? Hát a nagymamának. Szégyen és gyalázat, hát ez a kölyök már az anyját sem ismerik be. Szóval anya tombolt, én sírtam, hogy nem akarok hazamenni, én a Dombókában, apai nagyszüleim a Dombó utcában laktak, akarok menni.
Mire elkezdett hangosan zokogni az anyai nagyanyám is, hogy hát ezért kosztolt és ruházott hálátlan kisdők vagyok. Az apai nagyanyám ekkor kézen fogott és kisétáltok, a műsor nem tudom meddig folytatódott még. A szívet félig kivágott kis szép kis fotóval, minden esetre anyám kapta, később a megőrzött holmiai között bukkantak át. Alma és pálya. Én minden esetre elég korán leestem. És most jönne a másik kedvenc dalom, a lógjunk, de előtte ne nézzél már így rám. De ki, akkor vedd a mikrofont és beszélj te is. Tehát a legát azt szerette volna, ha bárki kérdezhet tőlük bármit a műsor végén, ezért kérlek énekelni, és akkor utána kérdezni. Jó? Tudom, hogy fáj a micóka, de tényleg nem férne bele most. Hát, én az elég túl tettem magam. Látom. Következik a Lógjunk című búcsúszám. A baj, hogy ez egy nagyon, nagyon dinamikus szám, és én meg tényleg a könnyeimmel küzdködöm még mindig. Miért küzdködsz a könnyeimmel? A legát mostanában megtanulta, hogy hogyan kell úgy sírni, hogy bármelyik percben el tudja szokorni magát. Kérlek, ezt most nem utasd meg. Jöjjön a dinamikus. Komolyan, én is elkezdek sírni. Bocsánat. Utána sírhat. Elnézést kérem. A Lógjunk című szám következik. Egyszerűen nem viszi le a kezem az egérre, hogy csak a lelkem nem visz fel. Sure.